március 3-án szombaton ünnepeljük itt a 9. születésnapunkat a Pannonia All-Stars Ska Orchestrával. Egyfelől egy fergeteges passzóbuli várható, maratoni hosszúságú, hiszen egyrészt játszunk a tavasszal, a március végén megjelenő új nagylemezünkről, kicsit nosztalgiázunk is, kedvezünk azoknak a régi rajongóknak, már nagyon a régi dalokat szerették, és egy-két ilyen dalt előveszünk, amit már 4-5-6-7 éve nem játszottunk, illetve hát az elengedhetetlen passzós lágerek is azért terítékre kerülnek. Március végén jelenik meg a legújabb passzó nagylemez, a cím az, hogy Love Monster. Azért ez a cím, mert főként a szerelmes tematikájú dalokat csoportosítva tömörít majd az új nagylemez. Persze lesz egy-két kivétel, de magunktól szokatlan módon most ez így jött, hogy egyrészt kicsit koncept lett az album, tehát egy tematika körül csoportosult, másrészt pedig, hogy pont ez a szerelem tematikája, ez meg azért érdekes, mert eddig összesen egy ilyen dalunk volt, nem szimpla album lesz, hanem dupla lemez. Egyfelől ugye a passzó nagylemez, amivel már beszéltünk, másfelől pedig bemutatkozik a Passos Roots Records, ami a mi side projektünk, ez egy egyicsodávos, pszichedelikus anyag. Évek óta állandóan nekem szegezik a kérdést különböző interjúkban, vagy akár a rajongók, hogy mégis mennyit futok, hány kilométer futok egyik koncert alatt, és hát nyilván fogalmam nincs, jobb dolgom is van ennél, a legjobb szkázinére táncolok, úgyhogy éppen nem foglalkozom ezzel, viszont azért most már 9 év alatt felgyűlt ennyi kíváncsiság bennem is, hogy a végére járok, és ez alkalommal, ezen a koncerten ez lesz a különlegesség, hogy tényleg hivatalosan le is mérem. Egy telefon lesz egyébként ebben a segítségemben, van egy ilyen jó kis alkalmazás benne, aki megtippeli, és a legközelebb állatípje ahhoz, hogy hány lépést lépek egy koncert alatt, az megkapja az első példányát a Love Monster dupla albumnak dedikálva.